Várostörténeti jelentőségi időszakot él jelenleg Eger, számos beruházás valósult meg, mint a déli ipadterület fejlesztése, épül az M25-ös út, munkahelyek jöttek létre, és zajlik a közszolgáltatások fejlesztése is a városban. A Lajosváros a legdinamikusabban fejlődő városrészek közé tartozik, fogalmazott az épülő Pozsonyi úti óvoda előtt Habis László polgármester, aki az októberi önkormányzati választáson újraindul a polgármesteri tisztségért, a Fidesz-KDNP támogatásával. Mint mondta, jelenleg is folyik a város részben a Reményik utcai óvoda, energetikai felújítása és az egészségügyi központ építése, de a tervek szerint itt kap helyet majd az idős gondozási központ is. Habis László kiemelte, ezt a munkát tovább kell folytatni, ebben egy jól összeállított csapat áll mögötte. Hozzátette, a kettes számú választókerületben Lombecki Gábort indítja Fidesz-KDNP képviselőjelöltként, aki már két ciklus óta tagja az önkormányzatnak, és jelenleg a 10-es számú választókerület képviselője. A közgyűlési munkához nélkülözhetetlen az, hogy a polgármester egy jó csapattal dolgozzon. Bízom abban, hogy a kiegyensúlyozott, nyugodt szakmai alapokra helyezhető közgyűlési munka a jövőben is folytatható lesz, és meg vagyok győződve arról, hogy a kormányzattal kialakult jó kapcsolataink garanciát jelentenek arra, hogy további kormányzati támogatásokban részesül a város, és ez a dinamizmus fennmarad a jövőt illetően is. Lombecki Gábor a kettes számú választókerületben induló képviselőjelölt bemutatkozása során ismertette programját. Az egyik legfontosabb, amit a körzetben szeretnék elindítani, az egy csapadékvízelvezetési program. Ezt szánom a legfontosabb feladataim közé. Emellett természetesen ez a galagonyás a Szőlő utcára vonatkozó. Emellett szeretnénk a teljes útburkolatot és felújítani számos utcában a körzetben. Ebbe beletartozik a Vincellér iskola, a Farkasvölgyi utca, a Kassai, a Galagonyás utca. Habis László azt mondta, Lombecki Gábor eddigi munkáját a lakossági problémák iránti odafigyelés, a folyamatos kapcsolat jellemezte, valamint nagy gondot fordított munkája során az ifjúság politikára is.